Érdemes óvatosan hozzákezdeni az őszi kertrendezéshez, hiszen a sünök ilyenkor már keresik a tökéletes búvóhelyet a hosszú hideg térre. Ezt általában kisebb fa vagy gajrakásban, bokros sövényben, vastagavarban találják meg. Ezek természetes komposztként szolgálnak a talaj számára, ezért sem érdemes eltakarítani. Ha mégis útban van, először óvatosan forgassuk át, nehogy megzavarjuk a sünök életének egyik legfontosabb időszakát, a téli álom kezdetét. A téli álomra húzódó sűn nem tudja, hogy az a remek lombrakás, azt néhány hét múlva fel fogják számolni. Tehát amikor ilyen halmokat szüntetünk meg, akkor az alapi részeknél járva gondoljunk mindig a sünökre, és amikor már tényleg ott a boka térségében van a lombazat magassága, a lombhalom magassága, akkor munkás puha a levélgerebével, vagy a kezünkben megfajtott vella nyelével a következő néhány fogásnyi részt nézzük át, hogy ne legyen benne sűn. Ha találunk egyet, akkor no pánik, amit közeli bokor alá tegyük, és legalább derék magasságban halmozunk rá bőven lombot. A legfontosabb szabály, hogy ne gyújtsuk fel a zöld növényi halmokat. 2021 óta ezt rendelet is tiltja Magyarországon, és etetni sem kell a sünöket. A körülöttünk élő sünök nagyon jól érzik magukat a lakóterületen, az, megtalálják az alapvető életfeltételeiket, táplálékot. A leginkább hiátos az aktív időszakukban a nappali búvóhely, illetve a telelőhely a kapcsánban, ezért lenne jó, hogyha a kertekben, a parkokban mindig lenne olyan zug, ahol felhalmozzuk a hullott lombot, és ott mindig el tudnának húzódni a sünök, a nyári időszakban a nappali pihenőre, a nőstények ugye ott tudják világra hozni évi kétszer is akár a kölykeiket, és ilyenkor téli álomot pedig ott tudnak aludni hónapokon keresztül. Magyarország egész területén előfordul a keleti sőn, gyakori fajda a nyíregyházát is körülvevő bokortanyákat kifejezetten kedveli. A magas szaporulat biztosítja a faj fennmaradását még akkor is, ha a kis sünök gyakran nem élik túl a telet, ha mégis akár a tíz éves kort is elérhetik. Az éjszakai életmódot folytató állatot 2014-ben az év emlősének is megválasztották.